Sokan várják már 2021-et. A tervek szerint ekkor törlik el az Európai Unióban az óraátállítás gyakorlatát. Ez a szakemberek szerint alvás egészségügyi szempontból mindenképpen pozitív fejlemény, ugyanis sokakat megvisel az egyórás fázisátolódás. A fiatalok és idősebbek között egyaránt vannak olyanok, akikre negatív hatással van, főleg a kimerültebbeknél legyengült immunrendszerűeknél jelentkezhetnek ilyenkor panaszok, így például rosszabbodhatnak a krónikus betegségeik, a szívbetegeknél előfordulhat vérnyomás kiugrás, illetve mellkasi panaszok. Általánosabb tünet a közérzet romlása. A szervezetünk alapvetően a nap járásához, illetve tehát a nappal és az éjszaka változásához alkalmazkodik, és amikor hirtelen átállítjuk ugye az órát, akkor a mesterségesen beállított idő és a szervezetünk bioritmusa között egy eltolódás alakul ki, és az ehhez való alkalmazkodás akár heteket is igénybe vehet. Ugye ez általában azzal jár, hogy az ember sokkal fáradékonyabb, sokkal ingerlékenyebb, csökken a teljesítő képessége. Ugye ez különböző mértékben viseli meg az embereket. Nyilván van olyan, aki ezt sokkal könnyebben viseli, vannak olyanok, akiknek tényleg ez napokig, hetekig tartó szenvedést és küszködést okoz. Nem csoda, hiszen ilyenkor megzavarjuk az alvás és az ébrenlét természetes kialakult ritmusát. A szervezetünkre való nagyobb odafigyeléssel azonban csökkenthetjük a negatív tünetek jelentkezésének esélyét. A legeslegfontosabb dolog az az, hogy próbáljunk meg minél többet pihenni, hagyjunk a szervezetünknek időt a regenerálódásra. Hát sajnos ugye azért az esetek többségében azt lehet mondani, hogy a munkahely meg a környezet nem nagyon támogatja ezt, hogy megfelelően ki tudjuk pihenni ilyenkor magunkat, de azért próbálkozni feltétlenül szükséges. Illetve hát minél kevésbé próbáljuk meg megterhelni a szervezetünket, kevesebbet éjszakázunk, este lefekvés előtt egy-két órával már elektronikus eszközöket ne nagyon használjunk, éjszaka a fény mennyiségét minél inkább csökkentsük, ezzel elősegítve azt, hogy a szervezetünk jobban tudjon alkalmazkodni a pihenéshez már. Az egyelőre vita tárgya, hogy melyik tagállam melyik időszámítást válassza, a télit vagy a nyárit. A magyar kormány egyelőre nem döntött az ügyben. A Magyar Alvás Szövetség szerint az eredeti, az időzónáknak megfelelő téli idő visszaállítása lenne a legészszerűbb döntés élettani egészségügyi szempontból.